Bátor Dávidot, a Momentum frakcióvezetőjét köszönöm a stúdióban, jó reggelt kívánok. Vendégkérdezünk pedig Árpási Bence, a Népszavától. Szervusz Bence, örülök, hogy itt vagy nálunk. Köszönöm a lehetőséget. Addig le tudja szedni a száját. Akkor megpróbálok egy hosszabb kérdést akkor feltenni, és akkor így talán te is tudsz végezni. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ekkora bajban lenne a Momentum, hogy most már egy olyan kampányelemez, egy olyan akcióhoz kell nyúlni, ami már több éves, gondolok itt a Olimpia kampányra. Nincsen semmi új ötletük már? Én nem gondolnám, hogy nagy bajban lenne a Momentum, de majd vasárnap kiderül természetesen, hogy mennyien választják a Momentumot, ezt az európai ajánlatot, amit mi kínálunk, illetve azt a két európai parlamenti képviselőt, aki az elmúlt 20 év legsikeresebb képviselői. A Olimpiát azt... Ezt bocsánat? Az, hogy a legsikeresebb képviselők? Szerintem ezt azért elég sokan látják, az elmúlt 5 évben az ő nevükhöz fűződik a legtöbb kezdeményezés, indítvány, jelentés, messze a legaktívabb képviselők voltak, nem beszélve természetesen arról, hogy az ő nevükhöz fűződik például az, hogy Cseh Katalin volt az egyetlen magyar képviselő, aki jogállamisági mechanizmusnál ott volt, és magyar oldalról, magyar képviselőként tárgyalt erről, és segítették elérni azt, hogy az uniós pénzcsapok azok elzáruljanak a NER körei elől. De válaszolva a kérdéseidre, a Olimpiát azt nem mi hoztuk elő újra, hanem Magyar Péter hozta elő újra azzal, hogy azt mondta, hogy bűnben fogant párt a Momentum, és az Olimpia az egy nemzeti ügy, ezzel tulajdonképpen a nemzetből kirekesztve azt a közel 270 ezer embert, aki aláírta azt, hogy legyen népszavazás abban a kérdésben, hogy akarnak-e Olimpiát itt Budapesten. Csak erre, mint hogyha így ráültek volna. Tehát, hogy az oké, hogy egyszer visszaválaszolnak Magyar Péternek, csak ez most már, mint hogyha a Momentum mostani kampányában egy hangsúlyosabb elem lenne, és ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy miért kell egy ilyen, egy korábban sikeres kampányelemhez nyúlni, és hogy talán azért, mert hogy nincsen feltétlenül új ötlet, és hogyha ránézünk a közvéleménykutatások számaira, akkor talán még a Momentum is bajban lehet, mert hát nincs egységes mérés afelől, hogy most tudnak-e önök képviselőt küldeni az EP-be, avagy sem? Az elmúlt 7 évben rengeteg kezdeményezésünk, ötletünk volt, nem csak az Európai Parlament, de nyilván az Európai Parlamentet emeljük ki most a legtöbbször, hiszen egy európai parlamenti választások jönnek, és valóban Donát Anna és Cseh Katalin kiemelkednek a többi magyar képviselő közül, de mind a magyar parlamentben, mind pedig az önkormányzatokban rengeteg sikert tudott felmutatni a Momentum, nem a Olimpia az egyetlen siker. Kétségtelen a Olimpia. De ezeket kommunikálják, ezeket is folyamatosan kommunikáljuk. A Olimpia az egy genezis pillanat volt, Momentum, hogyha így tetszik a közösségünknek, és amikor valaki erről azt mondja, hogy ez egy bűn volt, vagy hogy az olimpiai nemzeti ügy, arra muszáj reagálunk, és arra nem mehetünk el szó nélkül emellett. Épp amit említem, ja bocs, mondja. Nem, mondj csak, Balázs. Meg vagy? Minden. Meg vagyok, ezért gondoltam, hogy most még gyorsan kérdeznék. Szóval igen, valóban az eredet történetéhez a Momentumnak hozzátartozik a Olimpia kampány, és amint itt el is hangzott, ebbe szállt bele éppenséggel Magyar Péter, és a Momentum szavazói mennek Magyar Péterhez. Ezen elgondolkodtak? Nem csak a Momentum szavazói mennek Magyar Péterhez. De jó, hogy most Péterhez, az öntől csak a Momentumot kérdezem. Magyar Péterhez, kivétel a Fidesz a szavazói, sajnos. Ugye azt látjuk, hogy amióta Magyar Péter megjelent, tulajdonképpen minden meglévő párt, Mi Hazánk, Magyar Kétfarkú Kutyapárt, DKMSZP párbeszéd, és a Momentum szavazói is most a felmérések szerint sokan mentek Magyar Péterhez. Ez kétségtelen, és azt gondolom, hogy most vasárnap lesz majd az, amikor eldől, hogy valójában ki hányadán áll. Nem, bocsánat, én nem erre voltam kíváncsi, azt majd meg fogjuk látni, hanem azt, hogy mennyire valóban, tehát az olimpiás kezdeményezésük, illetve az olimpia kampányuk az önök számára, én azt értem, hogy ez egy genezis történet, de mennyire volt identitás történet az önök választóinak, amikor ezt a kampányt támadva Magyar Péter el tudja vinni az önök a szavazatait. Én nem hiszem, hogy emiatt vitte el a szavazókat, szóval hogy sok teljesen más oka van, hogy Magyar Péter most népszerű, illetve a Tisza párt az jól szerepel a felmérésekben. Én pont azt gondolom, hogy amikor ő ezt mondta az olimpiáról, illetve az olimpia kezdeményezésünkről, akkor azért nagyon sokan elgondolkodtak azon, hogy akarják a továbbiakban támogatni a Tisza pártot, illetve a Magyar Pétert, de mondom, ez majd vasárnap fog végleg kiderülni. Én például a Momentumtól azt várnám, például annak tekintetében, hogy önök is egy fiatalabb korosztályt képviselnek, azért főleg a nagy egészet nézve, meg hogy egy fiatalos lendülettel elánnal kerültek annó a politikai palettára, hogy például megvan a bölcsekköve az önök zsebében,
tekintetében, hogy hogyan lehet a fiatalokat elérni. Volt itt kordonbontás, azért a pedagógus tiltakozások során mindig kiálltak, ott voltak a fiatalok. Megvan? Tehát például őket sikerült jól elérni, csak egyelőre kevésbé látható szavazóbázis, vagy nem találják a megoldást, hogy hogyan lehet hozzájuk jól eljutni? Azért is kérdezem, mert ma ez itt lesz témánk például, és hát az önök számára nagyon fontos most itt a véghajrában. Igen, abszolút. A fiatalok megszólítása az mindig is prioritás volt a Momentum számára. Bölcsekköve nincs nálunk, de azért azt gondolom, hogy sikeresen és hatékonyan tudunk a fiatalokhoz szólni. Például a ifjúsági szervezetünkön keresztül, ami az egyik legnagyobb ifjúsági szervezet az ellenzéki oldalon, vagy például, ahogy ön is mondta, az oktatás mellett való kiállás. A Momentum számára az oktatás mindig is egy kulcskérdés volt, mindig is azt gondoltuk, hogy az oktatásnak a felvirágoztatása az egy nemzeti ügy, sőt a legfontosabb nemzeti ügyünk, hiszen mégiscsak a jövő generációját határozza meg, de mondhatnám akár egy ilyen ügyet, mondjuk a katás vállalkozások melletti kiállás volt, ami szintén egyel idősebb korosztály már, mint mondjuk az oktatás adott esetben, de szintén azért mégiscsak meghatározó a fiatalok számára. Igen, azt mondják, hogy a fiatalokat nem a politika érdekli, hanem egyébként az ügyek érdekli. Igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Van néhány felület, ami számomra teljesen vak volt, fekete lyuk, pedig még nem vagyok annyira idős, ilyen a Discord, amit hallunk Magyar Péter és pártja neve mellett, a TikTok az nem ismeretlen, de a Twitch az azt se tudom, hogy mit jelent. Tehát, hogy ezek a feltek vannak, ezeket használják a fiatalok. Igen. Önök ott vannak, tehát ott tudnak célzott kampányelemeket használni? Egyetem más nyelvezettel eljutni hozzájuk? Igen, abszolút. A TikTokon például nagyon aktív a Momentum, többek között én is amúgy, és a Twitch amúgy az egy kimondottan egy ilyen streaming szolgáltatás, ahol játékokat lehet ugye bemutatni, hogy játszanak, az nem annyira úgymond a politikának valót nem vagyunk jelen, bár volt már arra példa, hogy ilyen nagyobb streamerek hívtak momentumos politikusokat, együtt játszottak, és akkor úgy beszélgettek politikáról, amúgy ez egy nagyon újszerű ötlet, de igen, jelen vagyunk ezeken a csatornákon, és itt is próbálunk beszélgetni a fiatalokkal közéletről és politikáról. Az imént elsorolt azt, hogy mely pártoktól vitt még el szavazatokat a Tisza párt. Donát Anna pedig úgy fogalmazott, hogy magyar, most idézem, olvasom, Magyar Péter karaktere, világlátása és politikai stratégiája elsősorban a jobboldali világnak ajánlat. Ezt mondja Donát Anna, meg azt, hogy pont a Fidesztől nem visz el szavazókat. Egyszerre igaz lehet-e a két mondat? Igen, szerintem abszolút igaz lehet ez a két mondat. Ugye, ezek szerint elég sok jobboldali volt önöknél, a Kutyapártnál, a DK-nál, hogyha jobboldali ajánlatra, mint hívószóra, hívószavakra ennyire fogékonyak voltak Magyar Péter részéről. Én azt gondolom, hogy azért, mert jelenleg ugye főként ellenzéki szavazók is, és bizonytalan szavazók vannak Magyar Péternél, ettől még lehet jobboldali ajánlata. Nagyon sok dologban különbözik a Momentumtól Magyar Péternek a szervezete, ilyen például az Európáról formált véleményünk az, hogy hogyan áll például a globális minimumadóhoz, az európai hadsereg kérdéséhez, vagy például csak, hogy a legfontosabbat mondjam, hogy ő például odaadná az uniós forrásokat a NER-nek, anélkül, hogy jogállami megkötések lennének, de az, pont azt mondja, hogy nem. Inkább arra akartam ezzel utalni, hogy van még értelme az ilyen jobboldali, baloldali, balliberális egyéb felosztásoknak. Az ön talán valami kulcs gondolatot kimondott, az ellenzékben ott tud megszólítani nagyon sokakat, ezt ugye egyébként is látjuk. Lehet, hogy mint ellenzéki ajánlat érzik erősnek, és nem nagyon nézik már az emberek azt, hogy ez most egyébként milyen mastival van át. Ez így igaz, ebben teljesen igaza van. Elsősorban azért ennyire népszerű most Magyar Péter, mert nagyon sok ember azt gondolja, és nagyon sok ember abban reménykedik, hogy Magyar Péter elhozhatja a változást, és ő lehet a motorja ennek a kormányrendszer váltásnak. És ebben természetesen a Momentum partner, hiszen a Momentum azért jött létre, hogy létrehozzunk egy szabad, zöld és igazságos Magyarországot, hogy elérjük azt, hogy ezt a kormányt leváltsuk, ezt a rendszert leváltsuk, és számunkra mindenki partner, akinek ezek a céljai. Na most én is idézek akkor, amelyben Balázs említette a Donát Anna interjút, akkor most én is idézek belőle egy sort, amit én emeltem ki, és most én is olvasok egyet. Donát Anna úgy fogalmazott ebben a 24-es interjúban, hogy kormányt váltanunk egyelőre valóban nem sikerült, de általunk közelebb kerültünk a célunkhoz, a kormány és rendszerváltáshoz. Ez miben nyilvánul meg, mert a Momentum támogatottsága baj, ránézek az adatokra, nem nagyon látszik mindez. Elsősorban az a tény, hogy amit korábban is kiemeltem, a jogállamisági mechanizmusnak az elérése is az, hogy az uniós forrásokat jelenleg ettől a NER elittől, illetve a kormánynak az oligarcháitól visszatartják, az egy momentumos siker. Az a Momentum európai parlamenti képviselőinek a sikere. De a magyar vállalkozók sem jutnak uniós forrásokhoz. Hát azért hozzátenném, hogy amellett, hogy sikerült visszatartani most ezeket a forrásokat a NER-től, emellett
annak is sokat köszönhetünk Donát Annának és Cseh Katalinnak, hogy közvetlen források viszont sokkal több van, mint az előző 7 éves ciklusban, és mind önkormányzatok, mind pedig civil szervezetek sokkal több pénzre tudnak pályázni a kormánynak a kikerülésével. Válaszolva eredeti kérdésére, az a tény, hogy most egy ilyen forráshiánnyal küszködik ez a feudalista rendszer, ez nagyban hozzásegítette azt, hogy megrendüljön ez a rendszer, és elégedetlen hangokat szüljön a rendszeren belülről is, és emellett pedig ne tudják kiszolgálni azt a gazdasági holdudvart, amit az elmúlt 14 évben felépítettek. Nem lesz végzetes csapás adott esetben a Momentumnak, ha nem sikerül képviselőt bejuttatniuk az EP-be? Nem gondolom, hogy végzetes csapás lenne, szerintem ez amúgy nem fog megtörténni, de nyilvánvalóan vasárnap leszünk majd okosabbak. De kíván készülnek egy ilyesfajta forgatókönyvvel is. Tehát oké, van egy optimista verzió, de hát egy nem kell is egy másik. Nemzetközi példákhoz nyúlni, elég, hogyha Magyarország történelmét megnézzük, azért sok olyan párt volt már, amely adott esetben épp hogy megugorta a parlamenti küszöböt, vagy nem ugorta meg a parlamenti küszöböt, de közel volt hozzá, és utána pedig képes volt továbbra is politizálni és eredményeket elérni. De szerintem nem ez a forgatókönyv fog megvalósulni, szerintem a szavazópolgárok látják azt, hogy Donát Anna és Cseh Katalin a két legsikeresebb magyar európai parlamenti képviselőnek folytatni kell a munkájukat. Hogyha már európai parlament, akkor önök elégedettek lennének azzal a belga külügyminiszter által felvetett, most már Ausztria által is támogatott javaslata, hogy vonják meg Magyarországtól a vétó jogot? Ez már régóta szóban forog, hogy legyen valami következő lépés. Ugye a Momentum és ugye a teljes liberális frakció Európában, aminek tagjai vagyunk, a Renew Europe, azt szorgalmazza és azt támogatjuk, hogy intézményi szinten kellene átalakítani az Európai Uniót úgy, hogy ne legyen ez a vétójog, mert jelenleg rendszeresen visszajön vele Magyarország és amúgy más országok is. Hogyha megnézzük a szavazásokat az Európai Tanácsban, akkor azt látjuk, hogy Magyarország volt az az ország, ami a legtöbbször vétózott olyan külügyi kérdésekben, ami ez úgymond semmi köze, hogy nem érintik Magyarországot, és sajnos ez nagyon sok esetben Oroszország és Kínát érintette, elég most, hogyha a legutóbbira gondolni, amikor ugye büntető vámokat akartak kivetni orosz termékekre, ezt is megvétózta Szijjártó Péter. Szóval abszolút igen, támogatjuk, de inkább azt támogatjuk, hogy a rendszer legyen átalakítva, és ne egy konszenzusos rendszerre épüljön az Európai Tanács, hanem mondjuk egy kétharmados rendszer. Tehát, hogyha nincs vétó, akkor mi a másik módszer, amivel mondjuk egy-egy érv mellett tudnak kampányolni, vagy éppen ellenérvelni? Tehát akkor mi a másik eszköz, ami marad ilyenkor a képviselők kezében, vagy akár a kormányok kezében? Hát ugye az, hogy ha már egy kétharmados álláspontot kialakít az Európai Tanács, az már azért egy elég erős felhatalmazás. Ugye a magyar parlamentben is ugye van kétharmad, sajnos ott kicsit visszaélnek vele, nem is kicsit, hanem nagyon visszaélnek vele. Ez a visszaélés hogyan lehetne akkor biztosított, hogy ne valósuljon meg egy európai parlamentben? De hogy ugye itt most pont arról beszélünk, hogy ugye csökkentsék ugye ezt a határt ugye a konszenzusról a kétharmadra, emellett azért vannak az Európai Uniónak más intézményei, ott van az Európai Parlament, ott van az Európai Bizottság, szóval ezért az egész rendszer elég sok fékre és egyensúlyra épül, így nem gondolom, hogy ott lenne visszaélés egy kétharmados rendszerre. Ugye az egyik logikája éppenséggel, hogy ezt mi vétójognak nevezzük, de alapvetően ennek a pozitíva megközelítése az, hogy konszenzus kényszer van, ahogy én is mondta. Szerintem bizonyos ügyekben az államfőket és a kormányfőket tömörítő Európai Tanácsban egyhangú szavazás kell ahhoz, hogy megszülethessenek dolgok. És az, hogy konszenzus kényszer van, vagyis vétójog is van, az biztosította azt, hogy a kis országok, amelyeknek egyébként akár a bizottságban, akár az Európai Parlamentben, vagy más intézményi szinten kevesebb az érdekérvényesítő ereje, az pusztán a politikai csúcsvezetés szintjén tudja képviselni a saját érdekeit, és ne engedje, hogy a nagyok azok eltapossák a feje fölött döntsenek. Ezt is jelenti a vétónak az elvétele. Igen, természetesen, de hogy ugye az Európai Tanács az egy paritásos rendszer. Minden országnak egy szavazata van, a nagy országoknak nincs több képviselője, mint az Európai Parlamentben például, ugye, ahol sokkal több képviselőjük van. De egy paritásos rendszer, ahol a kis országoknak is ugyanúgy van beleszólásuk, ugyanúgy megszólalhatnak, ugyanúgy véleményt formálhatnak, és ugyanúgy szavazhatnak a végén, de látjuk pontosan azt, hogy ez a jelenlegi konszenzusra épülő rendszer, ez nem működik, mert több olyan ország is volt a múltban, és Magyarországot kiemelném, aki meghatározó kérdésekben, főleg külpolitikai kérdésekben vétózott. És hogyha el szeretnénk érni az hosszú távon, és mi azt gondoljuk, hogy el szeretnénk érni, hogy bővítsük és mélyítsük az integrációját az Európai Uniónak, és bevegyük a balkáni államokat is az Európai Unióban, ahol szintén azért vannak olyan országok jelenleg, ahol
hát megkérdőjelezhető a külpolitikai hovatartozásuk úgymond az országoknak, gondolok itt például Szerbiára, akkor nem kezdhetjük úgy ezt az új mélyítést és integrációt, hogy egy vétórendszer van, és ezek az országoknak is lehetőséget adunk, hogy mondjuk a külpolitikát meghatározó kérdésekben vétózzanak. Még az utolsó szűk másfél percben behoznék egy új témát. Képviselő úr, melyiket tartja veszélyesebbnek a gyerekekre a plakátokat, vagy az atombombát? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye Donát Anna jelezte egy tegnapi Facebook posztban, hogy a média tanácshoz fordulnak a Fidesz plakátkampánya miatt. Igen, köszönöm a kérdést, abszolút helyén való, hiszen azt látjuk, hogy az a kormány, ami az elmúlt 14 évben folyamatosan gyermekvédelmet hirdetett, folyamatosan elmondja, hogy mennyire fontosak nekik a magyar gyerekek. Először kirobban egy kegyelmi botrány, ami egyértelműen és szembetűnő mindenki számára, hogy teljesen fittyet hánynak valójában arra, hogy mi van a magyar gyerekekkel. Most pedig látunk egy olyan kampányt, ahol mindenhonnan a csapból is az folyik, hogy itt háború lesz, és a Fidesz az egyetlen olyan párt szervezet, ami meg tudja állítani ezt a háborút. Mert önmagában is egy teljesen fals érvelés, de az, hogy így szennyezik tulajdonképpen a gyerekeknek a fejét azzal, hogy ezt az ilyen háborús pszichózis alakítják ki, és félelmet keltenek a gyerekekben. Csak ugye Bencer Tamás erre mondja, az bocsásson meg, hogy szabába vágok, hogy nem a plakátok veszélyesek a gyerekekre, hanem a háború, a puskagólya, meg az atombomba. Így igaz, de Bencer Tamás már elég sok hülyeséget mondott, ez is az egyik. Pont az ilyen háborús pszichózis az, ami a gyerekekre ártalmas, és én találkoztam több olyan szülővel ebben a kampányban, akik elmesélték, hogy a gyerekeik egyszerűen félnek, mert látják ezeket a plakátokat, látják, hogy mi megy a YouTube-on, hirdetésekben, meg a TV-be, folyamatosan ezt szajkózzák, hogy itt háború van készülőben Európában, és aggódnak a gyerekek, és szoronganak, ami a... Bocsánat, egyrészt lejárt az időnk, és egy igennel vagy egy nemmel, de tényleg csak ezzel válaszolni. Június 10-én, amikor már június 9-én este tudni fogjuk az eredményt, várhatóan nagy arányú Fidesz győzelem lesz, és nem lesz háború, akkor hajlandó lesz elismerni, hogy igazuk volt? Nem. Bedő Dávidnak köszönjük. Köszönöm a lehetőséget.